Milyen tévhitek, dogmák és pénzek befolyásolják a rákkutatást? Ezzel kapcsolatban találtam egy nagyon érdekes embert, és az ő két előadását a YouTube-on. Őt úgy hívják, hogy Lothar Hirneis, egy Stuttgart melletti rákkutató, aki 20 éve ezzel foglalkozik. Hogyha rákeresed a nevére a YouTube-on, akkor meg fogod találni mind a két másfél órás előadását, de köst fel a gatyát, mert eléggé ízes sváb dialektussal beszél. Én ezeket nem fogom lefordítani A-tól Z-ig, mert iszonyatos nagy munka volna, és nem is biztos, hogy mindenkit érdekel, de a legérdekesebb részeket a magyar hangalámondással meg fogom itt osztani. Ebben a részben a kemoterápiával foglalkozik, egész konkrétan azzal, hogy milyen kutatások vannak a kemoterápiát illetően. Nekem leesett az arcom, amikor meghallgattam. És most beszéljünk a kemoterápiáról. Az egyik legismertebb német statisztikus, Hölzl professzor Magyarországból. Röviddel ezelőtt ő nyilatkozta, hogy alapvetően semmi nem változott. A kemoterápiában a túlélés tekintve a 80-as évek óta semmi nem változott. Nézzük, mi is az értelme egyáltalán egy kutatásnak. Hogy kiderítsük, hogy van-e értelme ennek a kezelésnek a semmilyen kezeléshez viszonyítva. Vagy hogy kiderítsük, hogy ez a kezelés jobb-e egy másik kezeléshez viszonyítva. És ehhez van a kutatásoknak egy szabálya, egy úgynevezett aranyszabálya. Ezt placebo kontrollált, randomizált kettős vakvizsgálatnak nevezik. Mit is jelent ez pontosan? A placebo kontrollált, ez világos, ezt ismeri mindenki. Az onkológiai kutatásoknál nincsen ilyen, ugyanis azonnal meg tudnánk egy óra múlva, hogy melyik csoport kapta a placebot, és melyik kapta a kemoterápiát. Ilyen tehát nincs. Akkor milyen van? Randomizált? Ez azt jelenti, véletlenül kiválasztott. Nem, ilyen sincs. A vizsgálatoknak a szabályzata annyira szűkre szabott, hogy már manapság ilyen sincs. Tehát akkor van még olyan, hogy duplán vak? Nem, ilyen sincs. Duplán vak azt jelenti, hogy se az orvos, se a páciens nem tudja, hogy ki kapja a kemoterápiát. De ez világos, itt ugyanúgy azonnal kiderül, hogy ki kapja a kemót és ki nem. Itt nincs olyan aranyszabály, mint ami a gyógyítás összes további ágában megvan. Ez egyszerűen nem létezik az onkológiában. Az onkológiában az utóbbi 50 évben következőt csinálják. Az ember egyszerűen összehasonlítja a ladát a trabival. Összehasonlítjuk az egyik kemoterápiát a másikkal, az egyik jobb lesz, és azt eladjuk. Az onkológiában nincsen placebo kontrollált, randomizált, duplán kutatás. És nincs semmilyen összehasonlítás az alternatív kezeléssel, vagy akár a semmilyen kezeléssel. Ilyen 50 éve nincs, az egyetlen egy kutatás, amit találtam, Olaszországban volt, Hererákkal kapcsolatban a 80-as években. Egyébként az 1000 számra létező kutatások közül egyetlen egyet nem találtam még.